Sziasztok a mai fejezetben szintén bibliai tanításokról lesz szó. Akit nem érdekel a Biblia, az nyugodtan lépjen tovább. Hiszen célom nem a hittérítés, mindenki eldönteti, hogy miben hisz. Akit viszont érdekel a Biblia, az nyugodtan nézze tovább. Kezdjünk is bele. Folytassuk is tovább az egy korintus tízzel, óvás, testi elbizakodástól és báványozástól. És mindnyájan Mózesre keresztelkedtek, meg a felhőben és a tengerben. És mindnyájan egy lelki eledelt ettek. A lelki eledel, ugye a bibliai tanítások. És minnyáján egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követi vala őket. E kőszikla pedig jahúsa volt. De azoknak többségét nem kedvelé? Elohim, mert elhullának a pusztában. Ezek pedig példáink lőnek, hogy minek kívánjuk gonosz dolgokat, amik éppen azok kívántak. Tehát fele barátodnak nekik kíván, gonosz rossz dolgokat, erre utal. Se ne legyetek, mint azok közül némelyek, amint meg van írva. Leüle a nép enni és inni, Fel kellének játszani. Tehát ne legyünk báványimádók. Se pedig ne paráználkodjunk, Te itt a mózesi törvényekből idéz egy-két dolgot, tehát még erre utal, hogy még mindig élnek a törvények, hiszen nem sorolná akkor. Se pedig ne paráználkodjunk, mint azok közül paráználkodtak némelyek, és elestek egy napon 23 ezeren. Se jahúsát is kísértsük, amint közülük kísértették némelyeket, és elveszének a kígyó miatt, tehát elhiteti a világot a kígyó. Hamis tanításokkal is akár. De ne is menjünk messze hát valaki azt mondja a keresztények között, hogy nem él már a mózesi rendszer, hogy, hogy, hogy a törvények nincsenek. Holott Jahusa elmondja, hogy nem új törvényt hoztam el nektek, csak a régi erősítette meg, amely a kezdettől fogva ott volt. És a mózesi fejezetek vannak a Biblia első fejezetébe. Tehát még mindig él. Tehát Jósa nem törölte el a törvényeket, azaz Krisztus. Még mindig élnek. Akik pedig azt mondják, hogy eltörölte, persze, elveszének a kígyó miatt. Se pedig ne zúgolódjatok, amiképpen ők közülük zúgolodának némelyek, és elveszének a pusztító által. De valakinek zúgolódnak. Tehát közülük zúgolódnak. Mondják, hogy. Mm, nem kell, nincs törvény eltöröte, bárhogy élhetünk, csak higgyünk és kész. Tehát nem lehet ilyen egyszerű. Hiszen olyan törvényeket hozott megint Jahusa is, hogy. ami a, 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 a kezdettől fog volt voltak, hiszen. ő Jahuától van, tehát Istentől van, tehát nem mondhatott mást. Hiszen olyan a fiú, mint az apa. Általában. Mindezek pedig példaképpen este karattunk, megirattak pedig a mi tanulságunkra, tehát megirattak pedig a mi tanulságunkra, azért iratott meg ez a sok-sok írás itt, hogy tanuljunk, okoljunk belőle. Hogyha nem követjük a törvényeket, a torát, akkor milyen következmények kell, kell, hogy járjon az? Hiszen aki nem követi, az bűnhődni fog akikhez az időknek vége elérkezett. Most is egyébként egy szintén egy idő vége szakasz felé közeledünk. Mindenki nézzen körül, hogy most mi van a világban. Nem akarok itt rémhíreket terjeszteni, meg semmi nézzen körül, hogy mik történnek a világban. És rájön, hogy igen. Valóban. Azért, aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy elnehessék. Tehát azt hiszem, hogy én tudom az utat, én tudok mindent, meg azt mondták nekem, hogy csak hinni kell az kalapkabát. Ez nem igaz. Olvasni kell magunktól a Bibliát is, hogy senki félre ne vezessen. Illetve amit én csinálok itt, hogy minden egyes mondatot kielemzek nektek. Megmutatom, hogy ez miért így van. Próbálom a tőlem telhetőt megtenni. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés eset rajtok, de hű, jahua, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessették. Illetve elszenvedhessétek. Tehát el kell szenvednünk. Itt a világban, a bűnök bűnös emberek között élni, és próbálni ellenállni a kísértésnek mind ami a torába is megvan, ne paráznák, hogy... Illetve egyéb más dolgok, mint például az ünnepek ünneplése. Tehát a világ dolgaiba nem veszünk részt, és inkább Jahua ünnepet, ünnepét ünnepeljük, ami le van írva. Tehát a sokut, sátra ünnepe. Amikor egy hétig sátorozni kell kint. és akkor semmi munkát ne végezzünk. Illetve egyéb más ünnepek, amik már szerepelt egy videómban is, a Nem Pogány Ünnepek név, nevű, azaz című videómban. Azért szerelmeseim, kerüljétek a báványimádást. Még egyszer kiangsúlyozza. Báványimádás, húsfét ostara ünnepe. Mindenki nézze meg, Wikipédián ott van. Én is csináltam róla videót, úgyhogy bárki számára ott van az információ. Meggyőződhet róla, hogy bizony a húsvét az ostára ünnepéből alakult ki. Tehát egy pogány tradíción alapuló. Mint okosokhoz szólok, ítéljétek meg ti, amit mondok. Sőt, hogy amint a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozajak, és nem elohimnek. Nem akarom pedig, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben. Ezt elmondja nekünk. Tehát ördögöknek áldozák, és nem elohimnek. Ne legyetek -e ördögökkel közösségben. Nem ihatjátok az Ö, nem hagyjátok Elohim, tehát az Úr poharát és az ördög poharát nem lehettek a Úr asztalának, az az Jahú asztalának, és az ördög asztalának részesei. Tehát itt tulajdonképpen azt mondja nekünk, hogy egyszerre két utat nem lehet járni. Egyszerre a jó és a rossz utat. Illetve hogy ne is így fogalmazzak meg, mondja is jó, hogy jó, meg rossz, az az, 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 igazából nincs. Hanem valaki vagy követi az utat, a keskeny utat, vagy járja a világ nagyon széles útját. Ahol nincsenek törvények, azt csinálsz, amit akarsz, csak szerest fel a barátod, és kész is. Hanem így van. Vagy haragja, haragra ingereljük az urat, avagy erősebbek vagyunk en nálánál? Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de nem minden épít. Tehát Jahus is elmondja, hogy ugye meg Jahua is, hogy oké, okay, csinálja, amit akarsz, de nem minden lesz a hasznodra tehát minden szabad neked, de nem fogja elősegíteni azt, hogy te jahuához emelkedj. Ez csak úgy tudsz, hogyha követed a törvényeket, a parancsolatokat, az ünnepeket, amit meghatározott. Próbálsz a Biblia szerint élni. Ez így működik. Tehát minden szabad, de akkor tőlem ne kér semmit. Tehát javulától akkor nekél semmit, hogyha neked minden szabad, ha nem követed az ő útját, de aki követi az ő útját, az majd a ruhákodás, azaz a Szentlélek vezérelni fogja, hogy mit fog kérni, hiszen ő nem világi dolgokat fog kérni, hanem hanem olyan dolgokat, ami, amik hasznosak, nem hiába való. Mert az Úrét állt, a föld és annak teljessége. Mi csak itt élünk, de ő hozta létre. Ha pedig valaki meghív titeket a hitetlenek közül és el akartok menni, mindent, amit elétek hoznak, megegyetek. Semmit sem tudakozód van lelki ismeret miatt. De, itt a van a deszócska, de ha valaki ezt mondja nektek, ez bávány áldozati hús, ne egyétek meg emiatt, aki megjelentette, és a lelki ismeretét, mert jahuájé a föld és annak teljessége. Tehát bálványáldozati húst, béleseket készítenek, ugye? Ezt is, is a könyvből, ebből a Bibliából idézem. Ne egyétek meg! Hm? Tehát, amikor azt mondják, hogy bálványáldozat, tehát karácsony, meg a húsvét ünnepébe együnk, mit tudom én, ilyen disznóhúst, meg olyan, ö, hogy mondjam, rétest mondjuk, béles, tehát réteseket készítenek. Tehát amikor ezt mondja, akkor, akkor nem szabad. Tehát ne fogyasszunk belőle. Tehát mondjuk azt, hogy bocsánat, de ilyen egyéb más bávány áldozati húst vagy mi egyebet nem fogunk enni. De hogyha nem áldozatként adják nekünk, akkor nyugodtan. Természetesen. De nem a tulajdon lelki ismeretet értem, hanem a másikét. Mert miért kárhoztassa az én szabadságomat, más lelki ismerete. Ha pedig én hálaadással veszek részt, miért káromoltatom azért, amiért én hálákat adok? Azért, akár esztek, akár isztok, akármit cselekszetek, mindent Elohim dicsőségére műveljetek. Tehát Elohim dicsőségére műveljetek. Elohim mikor büszke ránk? Hogyha a törvényeket, a parancsolatokat, az ünnepeket betartjuk. Akkor az ő dicsőségére van. De a viszont nem. Nem ezt csináljuk. Nem az ő ünnepét ünnepeljük. Azt teszünk, amit akarunk. Nincs tiszta, tisztátalan állat. Bármit megehetünk. Hát, mint Kínába. Ugye? Bármit megehetünk. Nem számít. Annak következménye lesz. Ez nem a dicsőségére lesz. Meg ne botránkozzátok se a zsidókat, se a görökeket, se Elohim gyülekezetét. Mindenképpen én is mindenkinek mindenben kedvébe járok. Nem keresvén a magam hasznát, hanem sokaságét keresi. Hogy? ő elmondja, hogy mi szerint kéne élni, mondja a törvényeket, azaz a tórát. Elmondja, mit kéne csinálnunk. A sokaság érdekét nézi, hogy ne tévessze meg őket. ám. Azért, hogy ők is megtartassanak. Tehát az örök életbe részt vegyenek. Itt a földön, ami majd lesz. Háború után. de háború jön utána, egyéb békesség, és kész, vége. Jön Jahua. És vele nem szeretnék nagyon hosszú videót csinálni, hanem inkább rövidet és tartalmasat. Azért most ebbe abba hagyom, és egy korintus 11-en majd folytatni fogjuk tovább. Remélem érthető volt, amit mondtam. Ha esetleg nem, akkor szívesen állok rendelkezésetekre. Kommentben írjátok, hogy miért nem értetek egyet, illetve, vagy mit nem értettetek ebből a videóból. Szívesen állok rendelkezésetekre. Úgyhogy, Abba legyen veletek! Salom!